Izgatottan várom a nemzeti keresztény kultúra újabb ínyentségét, a nemzeti burzsóáziát bemutató TV2-es szuperprodukciót. Kőgazdag fiatalok, Rich Kids Hungary. Formátumát tekintve szociálisan hergelő full kamuár reality, a szokásos nyugati fertő, kultúrmocsok, trash. A Vidnyánszky, Demeter Szilárd, El Simon László triád ettől akarja megmenteni a magyarságot. Tartalmilag viszont egy hiperrealista szociográfia, dokumentarista igényű leleplező alkotás a kétharmad és a közpénz vadházasságának szerelem gyerekeiről. Lehet, hogy Pesti László is ezen dolgozott az elmúlt fél évben, ezért kattant el úgy a Lölő jelenségen. Egyfajta akaratdiadala. Csak nem izmos, kigyúrt sportolókat látunk, mint Leni Riefenstahl klasszikusában, hanem izmos, kigyúrt, NER közeli csúcsfogyasztókat, akik megmutatják, hogy hogyan kell veretni apuci pénzéből, a mi adónkból. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy 200 000 forintból kell megéljek egy hónapra, kinevetném. Jó, hát nyilván nem az angol arisztokrácia kifinomultsága, de hát akinek az apja még a felcsút VIP-ben szotyizott Orbán Viktorral, a muterja meg még hellattét és teszkós parasztkolbászt csomagolt a nyári jachtozásra, hát az nem lesz olyan könnyen Gloucester 13. őrje. Tiborcz István ezért is nyitott exkluzív klubot, hogy legyen egy hely, ahol a fideszes új gazdagok elsajátítják az old money életérzést, mert hát azért mégis milyen ciki már a 4 milliós Gucci pólón a pörkölt volt. Nagyon sokat költök benzinre. Avonta fél milliót. Hát csak remélni merem, hogy a havi 500 ezres üzemanyagszámlánál nem állunk meg. Engem nem a C-kategóriás trafikozó NER vállalkozó kölyke érdekel, hanem az A-kategóriás veretés. Látni akarom Matolcsi jegybankelnök fiának Porsche gyűjteményét, meg Fási Zsülike gardróbját, Rogán Barbie párizsi bevásárlásait, hát hadd lássam már, hogy hogyan él az arisztokrácia. Léci. Foglalkozásom, Magyarország ügyét intézem. Ennyi. Én megértem PSG Oglihét szerepeltetését, ügyes fiú, még beszélni se igen tud, tényleg nagyon jól hozza az ifjú Lölő karaktert, és bármikor simán elhiszem róla, hogy valamelyik miniszter elhanyagolt Zabi gyereket, de nem lenne jobb helyette Habony Árpád unoka öccse? Szedlik Gergő forgatócsoport nélkül is felveszi a versenyt a faszhelikopterező Aurélióval. Pár hete a szigeten hát túlfutott a Pálesz. Egy kicsit emberkedett, nőket zaklatott és hangoskodott, de hát ez a legjobb keresztény konzervatívokkal is megesik. Józanul is nagyjából ez az uniós politikánk. Hát megpörgette, amit meg kell pörgetni. Erre mit tettek vele a mocsok lipsik? Akik a Szabadság szigetének nevezik a nemzetrontó fesztiváljukat. Mit? Hát kidobták. Hiába fenyegette meg szépen és érthetően őket, hogy ő nagy ember, hogy a félkormány a rokona, hogy örökre tönkre teszi őket. Csak nem vették komolyan. Aztán a sziget bejáratánál már a rendőrök is megjelentek, és vegzálni kezdték a milliárdos urat, majd eltörték az ifjú habonygróf kezét. Na hát ez az igazi reality szereplő alapanyag, így tényleg csak a mexikói maffia tud mulatni. Csak valami nagyon csúnya nő lehet a szomszédom. Csak csúnyább nő lehet a szomszédja. Hát szerintem kár aggódnia, ezzel a kisportolt testtel és csatakancává operált arccal nem sokan indulnak egy ligában. De ha a helyében lennék, akkor én egyáltalán nem gondolkodnék szomszédokban. Nem rettegnék a közelben élő hófehérkétől, olyan pasira hajtanék, akinek villái, kastélyai vannak, és legalább 7 törpéje. Hát ezért is lenne jó választás Ungár Péter Rich Kidnek, hiszen nem csak villák, kastélyok állnak rendelkezésére, hanem saját ellenzéki pártja is van a NER-ben. Ugye azt gondoltuk, hogy akkor volt a toppon, amikor zöld politikusként egy tankszerű terepjáróval közlekedett, de az igazi veretés, a legdrágább kiegészítő, hát mégiscsak egy parlamenti frakció. Van-e annál partiképesebb ember Magyarországon, mint aki egyszerre barátja és szövetségese Gyurcsánynak, és a nővérénél meg az anyukájánál nyaral az Orbán Viktor az Adrián? És igen, Orbán is felült a ballipsi Balaton gyűlölő propagandának, az Adriára ment pihenni, ahol megörökítették, hogy emelkedik ki a habok közül. Hát, mint egy Pepa Afrodité. Én szót sem vesztegetnék erre a jelenetre, hogyha nem hazudoztak volna megint erről is a kormányinfón.
Megkérdezték a karácsony formájú megafonost, hogy... Volt-e idén nyaralni Orbán Viktor most augusztusban, vagy hogyha még nem, akkor esetleg a hónap utolsó napjaira tervezi a kormány fővakációt? Utóbbi. Ez augusztus 24-én történt, Orbánról a nyaralós felvétel 2 héttel korábban készült. De tényleg, hát ezek már nem bírnak igazat mondani. Hazudnak az inflációról, hazudnak a kínaiakról, oké, megértem, de hogy még ebbe is beleállnak? Hogy itt se zavartatják magukat? Hát még egy 1 hetes nyaralásról is hazudozni kell. Eljutottunk oda, hogy akkor kezdenek szorongani, amikor igazat mondanak. Orbán nyilván ezért nem szorongott, amikor közölte a nyilvánossággal, hogy... Nyáron sem áll meg az élet, meg a munka, ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás az nem engedhető meg néhány kulcsminiszter számára, úgyhogy dolgozunk. A főni azzal henceget, hogy nem engedi el az embereit nyaralni, mert nagy a baj, amit csakis Brüsszel okozott, azután, hogy lesunnyogott az Adriára sellőfiúként pancsolni. Egyébként semmi baj nincs azzal, hogyha egy hosszú munkaév végén, a válság közepén elhúz a miniszterelnök az országból. A nagyobb baj az, hogyha visszajön. Én azt se tenném szóvá, hogyha egy sorozatgyújtogató visszavonul, vagy mit tudom én, nyaralni megy. Hát végre egy esély eloltani, amit okozott. De még mielőtt elindult volna nyaralni Horvátba, azért megtette a 4 milliárd eurós, 1,5 billió forintos ajánlatát a Ferihegyi reptérre. Minden magyar állampolgárnak 150 ezer forint a csecsemőtől az aggastyánig. Nincs pénz tanárbéremelésre, nincs pénz gyakorlatilag semmire, üres az államkassa, de veszünk egy repteret. Mert stadionja meg kisvasútja már van a Viktorkának, de röpcsitere még nincsen. Kis kóviszkának. Egész héten hisztizett érte. Lehet, hogy elrontjuk, de ki tud ennek a kis cuki pofának, meg a húsos kis combjainak ellenállni? És veszünk fel hitelt, csak a miniszterelnök úr elégedett legyen, és az a hivatalos magyarázat, hogy azért kell megvenni a repteret, mert a kanadai tulajdonos nem fejleszti. LOL! A magyar tulajdonos kezében éppen összeomlik a MÁV. Kocsik gyulladnak ki, 100 helyett 50-nel mennek a vonatok. Fél 1 órás késések most már mindennaposak. Hát szerény meglátásom szerint akármennyire is sóherg az emberek a kanadaiak, biztosan gondosabb gazdái a reptérnek, mint a ricskidek szülei az országnak. Lázár János éppen most nyírt ki egy csomó szárnyvonalat, leállított közlekedési és egészségügyi beruházásokat, de hitelt vesznek fel, hogy legyen egy újabb állami vállalat, amit lerohaszthatnak, és aztán majd lehet olcsón privatizálni. A vasút is készülhet a végkiárusításra, gyakorlatilag az elkövetkező 10 évben érdemi fejlesztés biztosan nem lesz, és már a karbantartás is leveri a lécet. Ilyenkor meg mit csinál egy nemzeti politikus, amikor éppen elrohasztja a nemzeti vagyont? Hortit dicsőít! És kirúgja a MÁV vezetőit, de előtte durván megfenyegeti őket a sajtóban. Amúgy ezt is egy valóságshow inspirálta, ahol Donald Trump volt a főszereplő. Maria, you're fired. Wes, you're fired also. És még ez sem elég a vásott kölyöknek, hogy elterelje az általa betört ablakról és a feldúlt lakásról a figyelmet. Elkezdte a MÁV iránt őszintén elkötelezett és felkészült fideszes ex-államtitkárt Vitézi Dávidot basztatni, hogy ő a felelős. János, a Vitézi... Komolyan? Hát nem a Gyurcsány, amikor Ferihegy fog lángolni. Amikor ott égnek pirítóssá az utasok, és már az 1 órás késést észre sem fogjuk venni, akkor vagy törpékkel rendez majd orgiát a Blik fotósának jelenlétében, vagy Szálasi kapcsán veti fel, hogy szükség lenne egy árnyaltabb értelmezésre. Csak léci senki ne beszéljen arról, hogy Lázár János éppen Gyurcsánnyá változott. Amikor a Feri csapta a falhoz az országot, akkor a Fidesz magyar ellenességgel vádolta, minthogyha nem csak simán kabzsi, ostoba és gátlástalan lett volna, de én ezt soha nem értettem. Magyar ellenes? Hát ennek nincsen értelme, de most kiderült, hogy hát mondják, tényleg van ilyen. Van olyan, hogy egy magyar politikus
utálja az őt megválasztó magyarokat, és a legutóbbi áldozata a magyar ellenességnek a Fradi edzője Máté Csaba volt, aki 10-ből 9 meccset nyert a zöldekkel, amikor eltávolította a Fidesz pártigazgatója Kubatov Gábor a kispadról. 10-ből 9 győzelem. Nincs az a hülye román klub tulajdonos, aki kirúgna egy ilyen sorozat után egy magyar szakembert, de Kubatov nem bízik a magyarban, még akkor sem, ha teljesít. Kubatov azt gondolja, hogy az idegen szép, az idegen jobb és a magyar vesztes fajta, ezért jöjjön az a szerb edző, aki éppen most esett ki az olasz első osztályból a Sampdóriával. 32 mérkőzésből 3-at nyert. 3-at. Minden tizedik meccsét nyerte meg, miközben Máté Csaba minden tizedik meccsét vesztette el, viszont Stankovics mellett szól, hogy nem egy olcsó megoldás. De van itt pénz. Szia, apa, tudsz utalni egy kis pénzt? Máté Csabát megkibaszták, mint macskát a kutyaiskolából. Hát ne csak merjünk kicsik lenni, de oda is csapnak, hogyha valaki a tehetségéből és nem közpénzből jut előre. Hát én azt hiszem, hogy ez a klasszikus magyar gyűlölet. Ahogy ezek a ricskidek már külföldön élnek, külföldön tanulnak, külföldön van a bankszámlájuk, külföldön vannak az offshore cégeik, úgy kezdik lenézni az itt élőket. A sok hülye magyart, aki 4 évről 4 évre megszavazza, hogy kifosszák és ellehetetlenítsék.